Köszöntöm Rábaközi televízió nézőit. Mai műsorunkban riportot láthatnak Pénzváltó Sándorral, a Beledi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnokával. A civil szervezet az elmúlt évben számos pályázatot nyert, amelyből technikai eszközökkel tudták bővíteni a Tűzoltó Egyesület felszerelését. A Beledi Önkéntesek idén lesznek 135 évesek, a jubileum ünnepségére gőzerővel készülnek. Minden civil szervezet életében van egy időpont, amikor értékelni kell egy-egy bizonyos időszakot. Ugye elmúlt a 2015-ös év, készülnek a közgyűlésre, ugye napokon belül itt lesz. Gondolom ilyenkor meghányják, vetik, hogy mi is volt az elmúlt évben. Hát önkéntes tűzoltó szempontjából mi az, amit fontosnak tart az elmúlt évből? Hát ugye értékelni kell ilyenkor eleve a pénzügyi helyzetünket, valamint hogy tavaly évben milyen vonulások voltak, milyen események, és ezek alapján szoktuk a következő, tehát a 2015-ös évre is mi az, amit jobban szeretnénk csinálni, vagy intenzívebben, vagy ilyen apróságok. Ha a vonulásokat nézzük, ugye az önkéntesek életébe, itt Beledbe, illetve Beled környékén, ez egy fontos dolog. Mit tudná elmondani? Mire kellett vonulni, tűzesetek, műszaki mentés, mi volt, ami jellemző volt? Általában olyan vegyesen volt, tehát volt műszaki mentés, ez alatt értem a autóbalesettől, a fakidőlésen keresztül. Tűzesetünk hál' Isten lakóépületben nem nagyon volt a tavalyi évben. Hát tarlótűz, igen, inkább a kapuvári hivatalos tűzoltóknak mentünk segítségnyújtásként többször. Tehát ilyen dolgok voltak. Beled környékén, ami kimondottan Beledre vonatkozik, nagyon kevés volt, hál' Istennek. Tehát inkább a nagyobb esőzéseknél a belvíz okozott problémát. Mit jelentett a gyakorlatban, hogy a kapuváriaknak segítettek? Hát ugye eleve szakmailag. Tehát látunk olyan fogásokat, amit a hivatásosok minden nap alkalmaznak. Mi azt látjuk, próbáljuk mi is ezeket alkalmazni. Természetesen a felszerelésünknek addig, ameddig jogszerű, mert most már olyan intézkedések, jogszabályok vannak, amiket az önkénteseknek is be kell, hogy tartsák. Tehát csak akkor, csak azt csinálhatja, ami elő van írva. Csornán is volt olyan eset, amikor vonultak a tűzoltók és a csornai önkéntesek bementek a laktanyába. Itt volt arra eset, hogy ne talán a kapuváriaknak így be tudtok segíteni az elmúlt évben? Vagy nincs rá szükség? Konkrétan nem volt, hogy a kapuvára kellettünk bemenni laktanyaszolgálatot adni, tehát a tavalyi évben. Idei évben tervezzük két alkalommal, az időpontot még nem egyeztettük, hogy szombaton reggel bemegyünk a laktanyába, úgy felveszik a szolgálatot, mint a hivatásos állomány, és este 8 óráig, vagy ha ne adj Isten, tovább kell maradni, akkor tovább maradunk egy rajjal, tehát 6 fővel, mi a saját autónkkal és akkor a kapuváriakkal. Ilyen vegyesen szoktuk ezt, régebben volt, már többször voltunk bent, hogy a beledie önkéntes föl a hivatásos tűzoltóautóra, a hivatásos kapuvári tűzoltó meg a beledi autóra, tehát ugye, hogy egy a helyismeret, kettő eleve az a tudás meglegyen, ami szükséges az ilyen esetekben. A beledi önkénteseknek a szakmai képzését hogy tudják megoldani, hiszen azért a hivatásosok ez egy teljesen más kategória, ugye nekik napi szinten kell ezt művelniük, és ehhez megfelelően a tudást is megszerezni, ugye az önkéntesek azok máshogy működnek. Igen, ugye 40 éves alaptanfolyammal kell, hogy rendelkezzen egy önkéntes tűzoltó, tehát egy vonulós önkéntes tűzoltó. Igazándiból beledi, tehát a 9 vonulós személyből, aki van az egyesületben, ő nekik, kettőnek még nincs meg a 40 éves tanfolyamja, de ugyanaz a tudással rendelkeznek, csak ugye még a papírjuk nincsen meg. Ez ebben az évben, vagy jövő év januárja körül meg lesznek az a 40 éves tanfolyamok. Most jelenleg mekkora létszáma az önkéntes tűzoltó egyesületnek? Hát ugye a 2016 március 15-ig módosítva lesz az alapszabályzat. Ugye ez kötelező minden civil szervezetnek, és most egyelőre még csak a 11 néhány taggal vagyunk, de most új tagokat veszünk fel, tehát a hétvége lesz a közgyűlésünk, és új tagokat is veszünk fel az Egyesületbe. Tehát a pontos létszámot akkor fogom tudni megmondani. Ez olyan 15-17 fő lesz,
hogyha minden jól megy. De én remélem, hogy még ez fog bővülni. Tehát ez nem az összlétszám, vagy ez az Ez összlétszám? az összlétszám lesz. Az összlétszám, tehát 9, 9-en vagyunk, a 9 fő az, aki vonulós. Aki tud vonulni, tehát az autóra minden tudja, mi hol van, az eszközeket tudja használni, meg ilyen dolgok. Meg hát eleve, aki már volt esetnél, meg ilyenek. Felszerelést nézzük, hogyan állnak most. Mire alkalmasabb beledi önkéntes tűzoltó egyesület? Hát egy alap dologra mindenképpen. Tehát értem, az a feszítővágónk nincs, ami egyes, hogy anyagilag is nagyon, nagyon sokba kerül, meg annak a kezeléséhez is egy külön végzettség kell. Ugye most már kell a szivattyúkra is külön végzettség, tehát ami értem az autóban mi van szivattyú, a Honda szivattyúra, a láncfűrészekre, ilyen dolgokra. Tehát ezeket fokozatosan szerezzük, mennek a fiúk vizsgázni, ami csak az OKF-en keresztül működhet, mert más nem fogadnak el. Tehát hiába van valakinek egy civil, mondjuk a láncfűrészkezelői papírja, azt nem fogadja el az országok az asztalfőnöki hatóság. És az öltözet megfelelő? Az elmúlt években nyertünk peleton sisakot, csizmákat, védőruhákat. Én azt mondom, hogy ezek megfelelő védőeszközök. Tehát ami a rendszeres van a hivatalos tűzoltóknál, az van nálunk is most már. Tehát akik vonulnak az esethez, azoknak megfelelő ruha, illetve védőfelszerelés rendelkezésére áll. Így van. Ugye látjuk, hogy itt a tűzoltó szertárnál is fejlesztések történnek. Az elmúlt időszakban rengeteg társadalmi munkát végeztek, és ez folytatódik. Így van, hát ugye most látni is a térkövezést próbáljuk befejezni, csak az időjárás ugye sajnos közbeszól. A szigeteléshez megvan az anyagunk, tehát azt mondom, hogy kicsit jobb idő lesz, akkor tudunk szigetelni, külső homozat szigetés és egy alapvakolat megy rá. Meg hát ugye terve vannak olyan dolgok, amiket a pályát útján remélem, hogy fogunk tudni eszközölni. Tehát ilyen, hogy a padlásteret kialakítani egy ilyen, hát ilyen pihenő helyé, ami tehát az OKF-es pályázaton is, meg vannak olyan pályázatok, amikre az egyesület tud majd pályázni. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye, ha akik itt vannak a tűzoltó szertárban, azok fent nyugodtan még mondjuk a szolgálattal pihenni tudjanak, így van, és így itt van. Legyenek, hogyha szükség van. Tehát olyan időjárás van, mondjuk tél, nagyobb hó, hát hál' Isten még egyedül megúsztuk, de volt már rá példa, hogy kette-hárman itt voltunk szolgálatban egy 24 órán keresztül, mert annyira vagyunk a szertárban, hogy tehát fűt is eleve van, ugye igaz, hogy csak kandalló, de ezt is szeretnénk módosítani úgy, hogy valamilyen megújuló energetikai akármilyen megoldása, még ezt nem tudjuk, amire ugye pályázati lehetőség van. Úgyhogy sajnos csak pályázat útján tudjuk ezeket megvalósítani. Ugye hétvégén lesz a közgyűlés, ilyenkor mi történik? Hát ugye ilyenkor most mivel alapszabályozott módosítás van, lesznek olyan dolgok, amiket módosítani kellünk. Eleve ugye a Tompáni Balogh Mária még hivatalosan az elnökünk. Ugye most elnökválasztás is lesz, tehát ő lemond a nyilatkozattal, az új elnököt megválasztjuk. Ki lesz? Ki a jelölt? Egy beosztott tűzoltónk, Németh Zoltán. Meg ugye nem lesz titkárunk, tehát eddig volt titkár, most nem lesz titkár, mert nem írja elő a módosított szabályzat. Viszont lesznek változások, ugye a gazdasági felelősbe is, meg az ilyen dolgokba. Mivel hogy a jogszabály módosításnak az volt a lényege, hogy ugye most szinte majdnem minden egyesület módosítani kellett az alapszabályt, aki az elmúlt 3 éven belül nem módosította. Ugye ebben az időszakban, február, illetve januárban is nagyon sok csapadék leesett, okozott egy gondot Beledbe. Kisebb mértékben, hál' Isten, mind amennyire számítottunk. A Kossuth utca és a Rákóczi utcán egy néhány helyen volt olyan, hogy vizet kellettünk szivatni. Hát ez igazándiból ez visszatérő gond Beledbe sajnos. De öröm az örömben, mód volt arra, hogy az új szivattyunkat kipróbáljuk. És milyen az új szivattyú, működik? Tökéletes, hál' Istennek. Ez egy nagyobb kaliberű, ez zacsivattyú,
Ezt pályátunk nyertük a tavalyi év OKF-es pályátán. Emellett nyertünk, a szivattyú mellett nyertünk 2 darab húsvánda láncfrészt, 2 darab, 2 pár csizmát, 4 tömlőt, és ezek az eszközök azok, amik most már tényleg gyorsabbá és eredményesebbé teszi a mentéseket, mert ilyen dolgokat. Anyagi támogatást kapnak az önkormányzattól? Igen, tavaly évben is kaptunk 200.000 forintot, idei évben még nem tudjuk. Hallottunk olyan információt, hogy karcsúbb lesz a költségvetés, hát sajnos nem tudunk ellene mit tenni, megköszönjük azt, amit kapunk. Azért is fontos kérdés, hiszen 135 évesek lesznek ebben az évben. Mi az elképzelés, hogyan ünneplik meg ezt az évfordulót? Hát ugye most a hétvégén fog az is eldőlni, hogy egy külön tűzoltónapon fogjuk ezt megünnepelni, vagy pedig május 21-én Beredben lesz a kapuvári járási verseny, és hogy azon nap délutánján. Még ezt majd el fogjuk dönteni a hétvégén, hogy ez mikor fog történni. És ha önálló tűzoltónap lesz, akkor gondolom meghívják a környékbeli tűzoltóságokat, önkénteseket, hivatásosokat. Ennek, mivel 135 éves, ezért az egy nagy dolog egy település életében, hogy egy civil szervezet fent tudott maradni. Így van, igen. Hát ugye 5 évvel ezelőtt már volt egy ilyen tűzoltónapunk. Mindenki, ami visszajelzést kaptunk, mindenki mondta, hogy nagyon jól sikerült, jó volt, stb. Kicsit az időjárás akkor is kicseszett velünk. Ugye akkor volt egy nagy vihar, de már csak a vége felé, tehát valamilyen szinten nem volt rossz. Reméljük, hogy idén is egy ilyen nívós napot tudunk majd rendezni. Tehát független attól, hogy a délután lesz megszervezve, vagy már délelőtti órákban, vagy délutáni órákban egy különálló napon, ezt még mondjuk, majd a hétvégén fogjuk eldönteni. Itt a szertár előtt van egy régi tűzoltó fecskendő. Ezt használhatták, vagy használták is a beledélyek? Tehát 5 évvel ezelőtt még működött. 5 évvel ezelőtt még működött, akkor így a próbaképp a gyerekekkel, mentősökkel, mindenki kipróbált, tényleg nagyon jó kis muri volt. Hát ugye emlékeink vannak, vagy hallottunk olyan információt, hogy volt, használták ezeket. Ebből volt 2 darab ilyen fecskendő, ez a 2-es fecskendő. Az 1-es a Dénesfán van kiállítva. Az beledi az a fecskendő, csak valahogy még az annó rendszerben ugye oda vitték, ott maradt. És nem tervezik visszahozni, hiszen ez a beledieké volt? Hát igen, de most az ember ugye papírokon ezt nem tudja sajnos bizonyítani, úgyhogy nem tudom ez hogyan lehet megoldani. Viccán van egy a régi szertárban, hát most már rászakad a tető lassan minden, de ott onnan se lehet elhozni, mert ugye már nem lehet, nem tudom miért. Ugye a fejlesztésekkel kapcsolatban beszéltünk a térkövezésről, ezt mikor szeretnék befejezni? Hát ezt hamarosan, ugye most az időjárás, hogyha megengedi, mert eddig ugye fagyok voltak, most az eső volt, annyi, hogy le kell, ez is egy 2 hétvégé alatt megvan. Tehát annyi a dolgunk, úgyhogy mi magunk saját magunk csináljuk. És hogy látja, hogy Beledben megbecsülik az önkéntes tűzoltókat? Egyrészt azért, mert nagyon fontos az, hogy az ő munkájuk révén értékek, életek, őket tudnak megmenteni, tehát ez nagyon fontos, hogy helyben legyen egy jól finanszírozott, jól képzett, illetve hát mindenfajta eszközzel ellátott egység. Hát reméljük, hogy igen. Nem tudom, én nem... Tehát a kisvárosunk népét kellene megkérdezni az alapján, de szerintem igen. Hát gondolom kap visszajelzéseket szerintem az emberektől. Igen. És a versenye kapcsolatban, hogy ez májusban lesz megszervezve, akkor ide fognak jönni a kapuvár és térségének az önkéntesei. Így van, igen. Igen. Tehát az, hogy ugyanúgy reggel 8 órakor lenne a kezdés, és ott lenne a sportpályám. Hát 5 évvel ezelőtt volt szintén Beledben a verseny. Hát ideje volt akkor visszahozni a versenyt. Hát ugye akkor 5 év, majd igazán most kerülne ránk. Már ugye mindig ki van adva, hogy most tavaly Petőházán volt, előtte nem is tudom, hol voltunk. És így ugye a közgyűléshez közeledve valamilyen célt fogalmaz meg az önkénteseknek, hogy mi az óvá szeretnének ebben az évben eljutni? Hát, hogyha mindenképpen ebben az évben olyan pályátokat szeretnénk beadni, ami a szertárnak a felújítása, a rekonstrukciója, tehát kicsit úgy a közterületnek a
kicsit rendbetétele. Az a legfőbb célunk egyelőre. És majd, meg hát van egy olyan pályázati lehetőség, hogy egy terápiáróra, és abból is szeretnénk pályázni. Ez speciális lenne? Hát egy igazándiból nem, hanem vannak ezek egy normális, egy Suzuki Vitara, tavaly például a Suzuki Vitara volt az a lehetőség. Hát, és akkor azt már mi magunk kialakítanánk annak a... Te tudnák használni az tudnánk, a lényeg. Így van. Lenne a lehetőség, hogy a fiúk, hogyha elmennek, mondjuk én később érek haza, a fiúk, ha elmennek a tűzoltóautóval, mondjuk egy baleset, vagy tartósabb, és akkor a váltásnak tudjuk vele oldani, kimenni, vagy akár máshova, tehát egy utánfutóval a szivattyút elvinni mondjuk, vagy például mentünk Koroncóra Árvízhez, és akkor nem a Mercivel kerettünk volna menni, hanem mehettünk volna csak a simán a terápjáróval. Köszönöm. Én köszönöm. Mai műsorunkban beszélgetést láthatnak Budai Viktóriával, a Beledi Értéktár Bizottság elnökével. A bizottság 2015-ben alakult meg, és továbbra is várja a városban élők javaslatait, mi kerüljön a helyi értéktárba. Köszöntöm először is a nézőket. Hát röviden elmondanám akkor, hogy Beledben is hogy alakult meg ez az értéktár. Ugye 2013-ban a kormány megalkotott egy rendeletet, ami alapján a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozását foglalta össze igazából, és ennek keretében 2013-ban már lehetősége lett volna az önkormányzatnak egyszer ebbe belépni, de sajnos akkor nem csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez, de 2015-ben Tótné Hajmási Izabella, a Nemzeti Művöldési Intézet Győr-Moson-Sopron megyei irodájának munkatársa megkereste településünket, hogy Beled létrehozna egy ilyen települési értéktárat. Így 2015 áprilisában a Művöldési Házban egy települési értékek, települési értéktárunk címmel egy rendezvényt szerveztek, ahova várták a város lakosságát, akit érdeklődik ezután a téma iránt, és itt igazából magáról erről a hungarikum törvényről, ami 2013-ban kijött, tehát ezt ismertették igazából nekünk, majd egy működő értéktárba kaptunk egy betekintést, a Tényői Értéktárbizottságból jöttek el, és ismertették az ő munkájukat, hogy hogyan működik ez, hogy kell ezt elképzelni, milyen feladata van ennek. És egy ilyen közös beszélgetés keretén belül nagyon érdekes volt, hát majdnem, hogy közel egy olyan 50 féle értéket hamar, gyorsan, egy jó fél-hármnegyed órában össze is tudtunk szedni, amik itt körülöttünk felelhetőek itt a településen. De érdekes, hogy igazából ez az értékgyűjtés, úgymond, ez már elkezdődött a településen, egy másik projekt keretén belül, egy TÁMO projekt keretén belül, ez is, ha jól tudom, 2013-ban, de nem vagyok benne biztos, egy jó két éven keresztül a Beledi AMK iskola tanulói gyűjtötték ezeket az értékeket, vagyis nem csak gyűjtötték, hanem dokumentálták is ez a támapos projekt keretén belül, mind fotóval, mind filmen, digitalizálva is megtalálhatóak ezek az anyagok. És igazából ez is már egy alapot adhat nekünk ennek az értéktárnak a működéséhez. Ja, különböző tagokkal és bővült ez az értéktárbizottság, erre tettek javaslatot, majd az önkormányzat döntött erről. Hát kik vannak ebben az értéktárbizottságban? Az értéktárbizottságunk 5 fős igazából. Én úgy gondolom, hogy a tagok, akiket megválasztottak a bizottságban, folyamatosan jelen vannak valamilyen formában a hagyomány ápolásában igazából. Elsőként említenem Gombás Lászlóné Rózsi nénit, aki a Beledi Hímzőkörnek a vezetője, és így a Rába közi keresztemesektől kezdve nagyon sokféle hímzés motívumot a mai napig használnak, és ezáltal ugyanúgy fennmarad ez számunkra. A másik tagunk még Orbánné Mornár Bernadett, aki a kulturális élet szervezésében vesz nagyban részt, főleg visszatelepülés részében. Zámbó Zoltán pedagógus, aki még tagja ennek az értéktárnak, aki a helytörténeti kiállításnak a gondozója igazából. Majd még Móroc Ildikót is megemlíteném, aki a felnőttképzési referensként a kulturális élet szervezésében van jelen városunkban.
és Németh György, aki még ötödik tagja a helyi értéktárnak, ő a Beled régen és most oldal szerkesztője igazából, aki digitalizálja, megörökíti nekünk ezeket az értékeket. És többek között ugye én lennék az ötödik tag, akit igazából engem kértek föl a bizottságnak az elnöki tisztségére, aminek igazából nagyon örültem, ugye a fazekas mesterség mellett néprajzpedagógiai diplomát is szereztem, és ezért nagy örömmel fogadtam ezt a felkérést, hisz akkor ezt a tudásomat is kamatoztathatom. Ugye a helyi értékekről beszélünk, ez sokféle lehet. Például mi az, amit javasolhatnak a belediek ebbe az értéktárba? Hát nagyon-nagyon sokféle dolgot. Pont ezzel kapcsolatban 2015. november 7-én a Művelődési Házban szerveztünk egy rendezvényt, ami Beled város értékei címmel került megrendezésre, ahol pont Szalai Balázst kértük fel, helytörténeti kutatót, aki egy nagyon találó címet választott az előadásának, Kincsek az orrunk előtt. Hiszen, mint mi helyiek, lehet, hogy vannak olyan értékek, amik egyből szembetűnőek, például egy épített örökség, mondjuk a Bartadecki kastély, igen, ami mellett szerintem senki nem tud úgy elmenni, hogy ne venné észre, de vannak olyan örökségeink, ami nap mint nap elmegyünk mellette, és mégsem veszük észre. Én azt gondolom, hogy a Szalai Balázsnak azért is volt jó az előadása, mint külső szemlélőként máshogy látta a településünket, és sok több olyan apró dolgot is láttatott velünk ezáltal, tehát hogy észrevettünk ezáltal, amire mi hirtelennyében mondjuk nem is gondoltunk volna. Volt például a Vicai Trottyos zenekar. Én mondjuk a koromból adódóan is valószínű nem emlékezhetek ki erre, de többen például elfelejtették már, hogy ők is léteztek valaha. Milyen zenét játszottak, azt lehet tudni? Hát én úgy tudom, hogy fúvós zenekar volt. És például, hogy a zsidó temető mellett is nap mint nap eljövök, ahogy viszem óvodába a kislányomat, és most hát nem mellette megyek el, csak ugye rálátni az utcáról, és például ott is van egy épület, amiről én sem tudtam soha, hogy az régen egy úgymond a zsidók számára egy fontos kis épület volt, mert ott készítették föl a halottaikat a temetkezési szertartásra. Például mindenki, én legalábbis azt gondoltam, mint sokan mások, ahogy beszélgettünk, hogy az csak egy régi kis épület ott a temető mellett. Ugye ebben az értéktárban ezen kívül nem csak az épített értékek, vagy éppen kézművesek kerülhetnek be, vagy azok által megalkotott értékek, de akár növények, ha mondjuk van otthon olyan, vagy ismernek itt a településen olyan dolgot, ami érték lehet, akár 100 éves fa, vagy ehhez hasonló, vagy éppen egy termés, vagy termék, akkor azt nyugodtan javasolhatják. Igen, igen, nagyon, nagyon széles skálája van ezeknek az értékeknek, úgymond. A Beledi Hírlevél 2015. szeptemberi számában közé is tettük, így nagy vonalakban, de amúgy egy 4 oldalas nyomtatvány, amin részletezi pontosan, hogy mit hova sorolhatunk be. És igazából, ha valakinek van ötlete, hogy ő mit tudna javasolni itt az értéktárban, mert nagyon szívesen segítünk, mi az Értéktár Bizottság tagjai, hogy ebben kiigazodjon, hogy vajon azt a bizonyos értéket hova sorolhatjuk. Milyen időszakonként ül össze a bizottság? Volt-e már olyan dolog, amit érdemes volt megtárgyalni? Van-e határidő a javaslattételre? Hát az igazság, hogy most körülbelül a negyed évente ül össze a bizottság, ugye nem régóta alakultunk meg. Ugye a november 7-i rendezvényünk előtt volt igazából egy bizottsági ülés, hogy avval kapcsán több ilyen ülés is a szervezés miatt, és most márciusban lesz a következő, ahol igazából az lesz a feladatunk, hogy a benyújtott kérdőíveket kiértékeljük igazából, hogy melyek azok a helyi értékek, amik ténylegesen felvehetők ebbe az értéktárba, és elbíráljuk ezeket. Ha bekerül a helyi értéktárba, hogyan kerülhet be a megyeri kumok közé?
Mert most már itt a környező településekben, a városokban már vannak kijelölt megyeri kumok, Csornán például Lángyán Csilla, népiparművész, fazekas, akinek olyan alkotásai vannak, amelyek magukon viselik Csorna népművészetét, éppenséggel a fazekas mesterségen belül, tehát ennek mi az útja? Igazából is ennek az az útja, hogy először is javasolni kell mindenképpen a helyi települési értéktárban. Ha a helyi értéktárban ugye az értéktár tagjai elfogadják, bekerül a helyi értéktárban, onnan a helyi értéktárból lehet javasolni a megyei értéktárban, hogy felvegyék, onnan lehet ugyanúgy tovább javasolni majd a megyeiből az országosba, és onnan a hungarikumok közé. Tehát ennek egy ilyen 4 lépcsős fokozata van. Tehát a televízió nyilvánosságát is ki lehet arra használni, hogy akkor a beledélyeket megkérjük arra, hogy keressék meg a helyi értéktár bizottság tagjait, javasoljanak beledi értékeket, hiszen a márciusi időpont közeleg. Bizony, nagyon közel van a márciusi időpont. Eddig egy javaslatunk érkezett, de nagyon szeretném felhívni ezúton is a lakosság figyelmét, hogy minél többen gondolkodjanak el rajta, hogy mi lehet az az érték, amik számukra is fontos, ami a település számára is fontos lehet, és keressenek fel minket, nyugodtan mind az ötünket, tőlünk lehet ilyen nyomtatványokat beszerezni, segítünk a kitöltésében is, és a bekategorizálásban is. Amúgy nem sokára a beledi honlapról is letölthetők lesznek ezek az anyagok, csak most az egész honlap frissül, de ott is a közeljövőben megtalálhatóak lesznek ezek a nyomtatványok. És ha már helyi értékekről beszélünk, ha körbenézünk itt, akkor nagyon szép kerámiákat, fazekas munkákat látunk. Budai Viktóriát már bemutatta rá a közi televízió, mint fazekas. Hát hol tart most a szakmában? Látunk gyönyörű alkotásokat. Lehet, hogy ezt is fogja valaki javasolni, és netalántán bekerülhet valamikor a megyeri kumok közé. Hát köszönöm szépen. Talán majd a közeljövőben erre is sor kerül. Az az igazság, hogy ugye most már a tavaszra készülünk, nagyon sokféle ilyen kültéri cserepet készítünk ilyenkor, ugye kezdődik a virágzás, az ültetés időszaka, és készülünk egy kicsit a húsvétra, húsvéti kis apró díszeket készítünk, meg hát továbbra is a szabadtéri, hogy jön a nyár, a jó idő, akkor a főzőfazekak, a bográcsok, mindenféle finomságot lehet készíteni kint, ezeket is nagyon szeretik az emberek továbbra is vásárolni. Ami nagyon fontos, hogy régebben is a fazekasok, mint iparművészek, vagy egyáltalán kézművesek, azok fontosnak tartották, hogy ezek használati eszközök legyenek. Na most megint visszatértünk oda, hogy ezek már használati eszközök, tehát az emberek használják akár a főzvedényeket, akár a kültére kirakható egyéb cserépedényeket. Tehát a fazekasoknak ismét azt a munkát kell végezni, amit mondjuk a korábbi mesterek végeztek 100 évvel ezelőtt. Igen, én is ezt veszem észre, hogy a munkánk túlnyomó része, szerintem nem csak én mondhatom el, hanem minden fazekas, hogy a munkánk túlnyomó része használati tárgyakból áll össze, de attól függően szerintem, hogy használati tárgy bele lehet csempészni egy kis népművészetet, egy kis díszítést. Hagyományos népművészeti tárgyat általában én inkább csak megrendelésre szoktam készíteni. Nálam jobban keresik egy kicsit azokat a tárgyakat, amik egy kicsit régi stílusúak, de mégis egy modernebbek, modernek is egy kicsit, ami a mai háztartásba is jobban beilleszkedik. Most így például jön a nyár is, az esküvők ideje, nagyon sokan szeretik az étkészleteket vásárolni ilyenkor, és amúgy nagyon jó is ezeket használni. És fontos, hogy nagyon tartósak. Bizony. Tehát ugye régebben is az volt a fontos, hogy tartós legyen, ne csak 1-2 év, akár egy életet is kiszolgáljon, hát általában fazekas munkák azok kiszolgálják. Hát igen, nagyon tartós is, és egyedi is. Szerintem ezért keresik talán, legalábbis remélem, hogy egyre többen, én úgy gondolom. És én mindig azt szoktam mondani, sokan, többen mondják, hogy nagyon szép, de hát most nem tudja, hogy ezt hogy tudja megoldani. És mindig az a jó ebben, én azt szoktam mondani, hogy most megvásárolhat mély tányérat, utána 6 lapos tányérat, és folyamatosan lehet bővíteni az étkészletét például. Nem úgy van, hogy bemegy az üzletbe, és akkor kivonták a forgalomból mondjuk, és nem tudja pótolni, ha eltörik belőle valami. Tehát ilyen szempontból is jó szerintem az egyedi kézműves termék, hogy bármikor pótolható egy-egy darabja. Például fedezett felen olyat, ami
akár beledi motívum lehet régebben. Az itteni fazekasok, akik mondjuk 100 évvel ezelőtt dolgoztak, már voltak itt is, gondolom, más településeken, vagy itt a környékben. Valamilyen beledi azonosító jel, valami hát, motívum. Sajnos tehát itt Beled volt? Környékén, vagy Beleden nem. Én nem tudok róla. A legközelebbi a Csorné és a Döri volt, ami hozzánk legközelebb állt. Hát ami ahonnét lehetett forrásként. Hiszen a Dörieknél nézzük a fazekasságot, hát tényleg hosszú generációkra visszamenőleg lehet ezt mondani. Visszatérve a témánkhoz, tehát akkor a helyi értéktábla továbbra is lehet javasolni, illetve meg lehet keresni a bizottság tagjait, hogy minél előbb egy hosszabb soráljon, illetve több minden lehetőség között tudjanak önök választani. Bizony, nagyon reméljük, hogy a márciusi ülésünkön nem is tudunk választani majd a javaslattételek között, úgyhogy ezúton is kérem tényleg még egyszer a lakosságot, hogy keressenek meg minket, és nyújtsanak be ilyen kérőlapokat, bejelentőlapokat. Köszönöm. Köszönöm én is. Elindult a horgász szezon a beledi tavakon. A tavasz közelettével nagyon sokan mennek ki pecázni a 8 hektár területi vízfelületre. A rendezett környezet, a halban gazdag tavak egyre több sporthorgászt vonzanak nem csak a városból, de a megyéből, illetve az országból is. A belediek szívesen fogadják a külföldi horgászokat is. Ő mióta vesz részt a civil szervezet munkájában? Civil szervezet munkájában most már idestóval 8 éve veszek részt, illetve hát előtte is már részt vettem, de mint vezető közel 8 éve töltöm be ezt a vezetői tisztséget. Mit kell tudnunk erről a Horgász Egyesületről? Mikor alakult, illetve hogyan fejlődött azzá, ami, hogy ma már 150 körül a létszám? Hát most már elmondhatom, hogy az idén vagyunk 36 évesek, tehát hogyha visszaszámoljuk az időt, akkor az testvérek között is 1980-ra tehető vissza. Itt meg szeretnék azért három embernek a nevét említeni, a Horváth Gyulájét, Simon Ferencét és Bella Andrásnak a nevét. Az ő nevükhöz fűződik ennek a Horgász Egyesületnek a létrejötte, és onnan indult el, és még durván ilyen 20-30 fővel indult el, mert ugye egy alapszabályban az is beletartozik, hogy hány fővel lehet egy egyesületet létrehozni. Ilyen 15 fővel volt annak idején ez meghatározva, és így el tudott indulni ez az egyesület, és büszkén mondhatom, hogy a mai napra tekintettel ez már 150 főre felfejlődött. Amit én úgy gondolom, hogy büszkén mondhatom azt, hogy egy stabil és egy komoly egyesületi létszámmal rendelkező horgász egyesület, sporthorgász egyesület, a beledi egyesület, és most jelen pillanatban pontosan tudom ezt mondani, tehát 136 fő horgászik a beledi előre sporthorgász egyesületben. Ugye most itt Beledben ez két tó, két nagy kiterjedésű, nagyon jó helyzetbe, állagba, nagyon szépen karbatartott területről van szó. Igen, erre nagyon büszkék is vagyunk, és hála annak a jó Istennek, és talán a tagjainak is, hogy már akkor, amikor megalakulást követően is most is ezt magukénak érezték, ezt a tavat. Én elmondhatom, hogy tényleg valóban egy természeti szépségét megőrizve van ez a tó jelen pillanatban is, és erre mi nagyon vigyázunk. Az elődeinknek az örökségét próbáljuk még szebbé és még jobbá tenni, mint ahogyan lehet. Vigyázzunk a tónak a környékére, ezt mi sem bizonyítja jobban, hisz táblákat helyeztünk el, szeméttárolókat, egyebeket, hogy az esetleges szemetelést is megakadályozzuk. Illetve felhívjuk minden ide látogató kedves vendégünk figyelmét, hogy erre figyeljenek oda, óvjuk, védjük a természetet. És ez a terület, amin az egyesület is működik, büszkén mondhatom, hogy egy 8 hektáros területről beszélünk, vízterületről beszélünk, ami azért nem kicsi mennyiség, és hogyha körbenézzük ezt a területet, ez két részre osztódik. Osztódik egy bágertói részre és egy úgynevezett fástói részre, és ennek a kettőnek a vízterülete adja ki ezt a hányad értéket. Ugye ezt akkor többes számba tavaknak is lehet mondani? Minden további nélkül, igen, lehet tavaknak is mondani. Itt két tóról beszélünk egy összességében, de két tó köztel, hogyha megnézzük, egy elválasztó sáv van, ez határolja el a két tót egymástól, majd ezen kívül, ami elmondhatom, hogy büszkén elmondhatom azt, hogy ez a tó az egyesület tulajdonát képezi, egy per egyes tulajdonban van, az itt lévő tagjaink, az összes tagnak egy szelet torta jut ebből a tóból,
És emellett Periglen van egy másik tavunk, amiben pedig a bérelt tó, amiben a halászati jogot béreljük. Ebben a jelenlegi kormányi álláspont szerint 2016. december 31-ig, még az is a Velédi Horgász Egyesület, ha mondhatjuk így, tulajdonába tartozik horgászatilag, az pedig a Nyilasi tó, ami a 86-os főútvonal mellett helyezkedik el. Tehát ez az a három tó, amin a Beledi Horgász Sport Egyesület ezt a fajta tevékenységet folytathatja. Ezek bányatavak, tehát ez valamikor ugye a téla gyár, amikor az alapanyagot kérte, innét bányázták ki hozzá az agyagot. Igen, ez pontosan, ezek bányatavak voltak, és a bányatavakból ugye hogyan kibányászásra került az agyag, ez föltelled vízzel, és nekünk óriási nagy értékünk, ha mellette folyik a kisrába, és a kisrába ad egy olyan természetes valódiságot ennek a tónak, tehát nem a jellegzetes bányatóként működik, hanem az élővízként működik, ugyanis a kisrába folyamnak a vize is szabályozza a vízszintet, egy természetes vízhozamot tudunk biztosítani a tónak, és így az élővilágunk is egy csodálatos, szép, természetes élővilág. Hogyan alakult ki a tóban lévő élővilág, illetve milyen halfajok találhatók itt? A tóban nagyon egyszerű ez a dolog. Mi nagy figyelmet fordítunk arra, mint minden más horgászegyesület. Nem csak horgászunk rajta, hanem azért teszünk is, hogy az állatvilágunk és a növényzet az kialakuljon. A növényzet az kialakult a természetességből, tehát a nádas, és melléje ültettünk különböző fákat, és az élővilág a tónak pedig abból alakult ki, hogy évente nagyon sokat áldozunk és költünk arra, hogy ide különböző őshonos halakat tudjunk betelepíteni a tóba. Ez annyit jelent, hogy van egy tavaszi telepítésünk és van egy őszi telepítésünk. Általában a két telepítéssel összesen közel 80 mázsa halat telepítünk a tavainkba, és emellett a nagy mennyiségű hal telepítés mellett nagyon ügyelünk arra, hogy folyamatos legyen a mindenki igényét kielégítő horgászatunk, tehát ragadozó halak is legyenek a tóban, nem csak pontyok. Ezért mi telepítünk ide süllőt és csukát, ezekből általában ivadékokat telepítünk bele, és úgy durván éves viszonylatban 8-10 ezer darabot szállítunk a tóba. Ja, a harcsák, amik itt nagyon híresek Beledbe, fogtak is ki egy hatalmasat, éppen itt a helyiségből készül a beszélgetés is meg tudjuk mutatni, hogy ugye kisállították. Hát a legendákról mekkora harcsák találhatók itt Beleden a tavakba? Hát igen, ez a reklámnak is nagyon jó. Büszkék vagyunk erre, hogy a tavainkban ekkora kapitális példányok találhatók. Jelenlegi rekordunk, amit itt tetszik látni a székházunkban is, ez egy 89,2 kg-os szürke harcsa, és erre nagyon büszkék vagyunk, de természetesen nem ez a legnagyobb halunk, én legalábbis remélem, hogy nem ez a legnagyobb halunk, de nagyon sok kapitális példányú harcsa van a tavunkban, nem ritka a 30-től egészen a 100 kilósig a harcsáknak az állomány, ez vonza is a vendégeket, aminek mi nagyon örülünk természetesen, és nagy szeretettel várunk ezután is, és eddig is nagy szeretettel vártuk az ide látogató kedves sporthorgász barátainkat. Kérjük, hogy ezután is jöjjenek többen erre a tóra, hisz magában a természeti szépsége, a látványa, és nem utolsó sorban pedig a horgász szerencse is kísérheti a napjukat, ha ide ellátogatnak hozzánk. Ugye lehet horgászni a Beledi horgász tavakon, hiszen a 150 fő, aki ugye tagja az egyesületnek, az értelemszerűen tud horgászni éven át, de aki mondjuk erre autózik, az mit tehet? Aki erre autózik, az nagyon egyszerű. Először is megáll a horgásztónál, gyönyörködik a horgásztavainknak a szépségébe, sétálhatnak családjával vagy szólóba, ahogyan tetszik, majd rendelkezésre áll itt két úri ember, ők Horváth József és Pálfi Gyula, akik társadalmi funkcióban halőri és egyéb horgászattal kapcsolatos teendőket látják el a Horgász Egyesületünk területén. Büszkék vagyunk arra, hogy ez a két ember a jelenlegi törvények szerint megfelelő szakvizsgázott halőrünk van, jelvénnyel és egyéb felruházott jogokkal ellátva. Ők készséggel állnak a kedves ide látogató sporthorgász barátainak a tájékoztatására, közlik velük, hogy milyen sport horgász felszereléssel horgászhatnak, mitől meddig horgászhatnak. Ezen kívül még tájékoztató táblákat is helyeztünk el, jelenleg is most forgatás ideje alatt egy tájékoztató
tábla készül kihelyezésre, és ez alatt a munkafolyamat alatt fogják látni az ide látogatott sporthorgászok az engedélyek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy horgászhassanak. Erre az úgynevezett fali újságra ki van függesztve, és ki van függesztve az is, hogy hány órától hány óráig tartózkodhat valaki sporttevékenységből a tónak a területén. Ugye itt nem csak horgászni, mert pihenni, sőt főzni is, én úgy tudom. Tehát ha valaki megfogta a halált, az meg is főzheti. Természetesen, sőt, örülünk rá, hogy úgy veszem észre, hogy ez az elmúlt évek során egyre nagyobb, de szerintem ez országosan így van, hogy kikívánkoznak a családok a természetbe, mi ennek nagyon örülünk, és itt veszük észre a tó partján is, hogy egyre többen jönnek azok a kollégák, akik a családjukat is hozzák magukkal, és a kifogott halad, vagy éppen maguk hozzák otthonról a kis előre elkészített finomságokat, és azokat itt a tevékenységük alatt megsütik, és itt elszórakoznak, víkendeznek. Ugye az év során gondolom célokat tűznek ki ebben az évben, hal telepítéssel kapcsolatban, vagy a tavak fejlesztésével kapcsolatban, mi a továbbra az előrelépési lehetőség? Nagyon sok tervünk van, örülünk is ennek. Én úgy veszem észre, hogy a tagok is egyre jobban kívánják ezt, hogy minél több élményben legyen részünk azáltal, hogy terveink vannak, és ezek a tervek majd megvalósulnak. Szeretnénk azokat a mérvadó mértékeket is betartani, amit előző éven már betartottunk. Tehát az éves kétszeri telepítést azt mindenhogyan szeretnénk tartani. Ehhez természetesen anyagi háttér is szükséges. De én bízok abban, hogy eddig is nagyon népszerű volt a belédító, és remélem, én minden magam részéről is gondolom, a vezető kollégáim és a sporthorgász kollégáimtól is elvárható, hogy megteszünk mindent azért, hogy többen ide látogassanak, ebből adódóan több jut a fejlesztésre, és szeretnénk ezt az évi kétszeri haltelepítést, ami közel ilyen 80-100 mázsak közötti hal telepítése a tóban, tavasszal, ez ilyen március-áprilisban történik, illetve szeretnénk októberben is egy telepítést végrehajtani. Ez természetesen időjárás függvénye, hogy most ez mikor, ez tolódhat, tehát előbb is lehet egy kicsivel, később is lehet egy kicsivel a telepítés. Ezt szeretnénk kétszer végrehajtani. Továbbá szeretnénk, távleti terveinkben van, hogy egy gasztrofesztivált szeretnénk majd itt rendezni a horgásztól. Ilyen még nem volt. Az én álmom, és remélem a társaimnak az álma is, hogy ez megvalósuljon. Egy igazi rábaközi halásztéfőző versenyt szeretnénk ide, visszatérő jelleggel ezek a távléti terveink. Az idei terve pedig még szerepel egy két-háromszori éjszakai, mert úgy veszük észre, hogy az éjszakai horgászatra is nagy igény van, és szeretnénk egy éjszakai horgászatot is végrehajtani, ami vegyes, tehát nem kimondottan csak harcsafogó, hanem mindenféle halat lehet fogni, ugyanúgy, mint a nappal, amikor van a horgászfogó verseny, akkor is lesz, ez most éjszaka lesz, és ugyanígy mérlegelés lesz, ki a legtöbb halat fogta az értelemszerűen, ő lesz az első helyzet, a második, harmadik, és így tovább. És reméljük, hogy erre lesz igény, reméljük, hogy a jó Isten és az időjárás is befogad bennünket, és ezeket meg tudjuk rendezni. Az éjszakai horgászattal kapcsolatban mi annak a különlegessége? Például az imént említett óriási harcsákat akkor ne talán könnyebb megfogni, akkor táplálkoznak, rabolnak, nagyobb. Igen, rázgás? Hát azt mi horgászok, horgászberekekben is ez így van. Tehát a rablóhalaink azok, de nem, most már talán ezt sem lehet úgy elmondani, mint régen elmondtuk, hogy csak éjszaka lehet fogni, de a feelingje ennek a magába, a horgászatba, az éjszakai harcsázás az egy igazi kihívás. Mások a természeti viszonyok, mások a fényviszonyok, nyilvánvaló, hogy a halak is ezáltal bátrabbak és nagyobb az étvágyuk, már itt a harcsákra gondolok, és ezáltal ennek a népszerűsége és a kifogás is nagyobb. Csak a harcsákkal kapcsolatban egy ilyen közel mázsás harcsának óriási az ereje. Tehát azt nehéz elmagyarázni, vagy elmondani, hogy igazából amikor egy ilyen kapitális példány a horogra akad, akkor mit érez egy horgász, illetve mi az, amit kell tenni azért, hogy ki tudja venni a tóból? Hát természetesen, hát egy óriási élmény mindenki számára, amikor egy kapitális példány az ráakad a horogra. Nyilvánvalóan az elsődleges dolog az, hogy ilyenkor a közelben lévő horgászkészségeket, azt kiemeljük a vízből, nehogy összekeveredjenek a zsinórok is, ezáltal megkülsül a halnak a kifogása. Tehát ez természetes horgászok között ez egy iratlan szabály, hogy akkor mindenki annak segít, aki ott a közelben van,
és ha így, ha úgy, de mindent megtesznek azért, hogy ez a harcsa előbb-utóbb a partra kerüljön. Ugye, hogyha a legendákról beszélünk, azért elmondhatjuk, ön is említette, hogy ez a 89,2 kg-os harcsa mellett lehet bent mázsa körüli. Tehát ami még bent van, és nagyobb ennél. Természetesen, ezek már nem is legendák, hanem ezek tények. Nagyon sok ennél sokkal nagyobb hal akadt már horogra. Sajnos horgáskészség nem volt elegendő, mivel horgászott a sporthorgász kolléga, és összetörte a botját, illetve a zsinórját. Hát ebből adódóan vannak nagyobb harcsáink is. És természetesen, ami kézzelfogható, hogy miért is vannak nagyobb harcsáink, hát azért, mert az előbb tetszett kérdezni, hogy az élővilága a tavunknak. Hát az élővilága a tavunknak, annál szebb látvány nincs, mikor a vadkacsák leszállnak a tóra, este van, már szürkül, és kezd hallani a tóba, hogy elindulnak a ragadozó halak, megy a buffogás, és abban a pillanatban egyik harcs, például egy szárcsa eltűnik a víz tetejéről, éppen a harcsa lehúzta. Tehát azt hiszem, hogy elmondhatjuk bárkinek, hogy azért ezek nem 5 kilós halakról beszélünk, mert 10 kilósról, amit azért kapitális példányokról, és ezek adják meg azt az érzést, azt a plusz adrenalint a horgásznak, hogy még nagyobb késztetést érezzen arra, hogy eljöjjön a Beledi Horgász Egyesület tavára. Ugye a Beledi Horgász Egyesület tava közel van a városhoz, közel van a főúthoz. Terv van az, hogy kerékpárutak fogják majd a Rábak köztük Beledet is összekötni a különböző településekkel. Valamilyen módon a turizmusba be lehet kapcsolni ezt a természeti adottságot? Mi nagyon szeretnénk, nagyon jó kapcsolatunk van az önkormányzattól, a városvezetésével, hisz naprakész kapcsolatban vagyunk polgármester úrral, a városvezetőkkel, és fenn vagyunk a világhálón, honlapja van az Egyesületnek, mindent meg is fogunk tenni azért, hogy minél több turista látogasson el a Beledi Horgász Egyesületnek a tavára. És reméljük, hogy az úthálózat, hogyha elkészül az új 86-os főútvonal szakasza, még több ide látogató fog érkezni a tóra, annál is inkább, hisz a Beledi csomópontnál könnyen meg lehet közelíteni, pár száz méter fogja elválasztani a turistákat ettől a látványosságtól, hisz majd a 86-osról szinte látható is a tó. Még egy dolog, az is egyedi a tónak, hogy kisebb bambuszerdő van itt, ezt most itt telepítették, vagy véletlenül alakult ki. Ugye ez is így legendárium, hogy hogy került ide egy bambuszerdő a Beledi horgásztavak szélére? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ez egyrészt telepíthették is, egyrészt ide került is, de egy csodálatos, valóban, egy csodálatos bambuszerdő fogadja az ide látogatót, ami a maga nemében is egy ritkaságnak számít, és ezt már többen megcsodálták, hogy ön is látta ezt a ritkaságot. Hát reméljük és vigyázunk rá, hogy ez így is maradjon, és még több legyen belőle. Ugye, nagyon gyorsan fejlődik, én úgy tudom. Tehát, hát igen, ez pár méteresre menő, semmi perc alatt is. Ha tetszik nézni, most már 4-5 méteres példányok vannak benne, hát mi vigyázunk rá, mert ez is a tónak a szépségét adja. És mi természetvédők erre természetesen odafigyelünk. Köszönöm. Én is köszönöm szépen, és további jó egészséget kívánok. Minden sport, leendő, beledi és nem leendő, de beledbe érkező sporthorgász kollégának. A Beledi Általános Iskolában pedagógusként dolgozik Csilla Katalin pályakezdő írónő. Az írással Zala megyében kezdett el foglalkozni. 2 évvel ezelőtt írta meg első kötetét Rokoni Iszony címmel. A regény 2 rokon leány acsarkodását mutatja be. Csilla Katalin vagyok, tanító vagyok, a Beledi Általános Iskola 5. és 5. B osztályát tanítom. Beledi lakos vagyok, itt is élek, illetve emellett írónő vagyok, pályakezdő írónő. És az életpályát nézzük, akkor hol születtél? Én Nagykanizsán, Zala megyében születtem, és egyébként a könyvem is Zala megyében született, ugye ez egy kicsit ilyen plusz dolog Zala megyétől, ugyanis nagyszüleimnél rengeteg időt töltöttem, és nekem Zala megye nagyon sokat adott ilyen szempontból. És a további, tehát hol végezted az iskolákat? Győrben végeztem, Nyugat-Magyarországi Egyetemen tanultam, tanítószakon és magyar VMT műveltségterületen nyelvtan tanítok, illetve irodalmat. És ha visszatekintünk, mikor írtál először? Tehát miket írtál, és ez hogyan folytatódott, milyen műfajokba próbáltad ki a tudásodat? Először 2012 környékén írtam,
Ezt egyébként nem kiadónak, csak és kizárólag saját magam szerettem volna kipróbálni magam, ugyanis én nagyon szeretek olvasni, és kíváncsi voltam arra, hogy írni tudok-e vajon úgy, ahogy az írok. Úgyhogy megpróbáltam, ezt egyetlen egy barátnőm olvasta egyébként csak el, senki más, és ő is azt mondta, hogy próbáljam meg. És akkor 2013-ban jött egy ilyen ötlet, és igazából 2014-ben álltam neki komolyan a könyvírásnak Zala megyében, és pár hónap múlva megszületett a könyv, egy pesti kiadónak pedig elküldtem, és kiadásra került. Mi a címe, illetve miről szól? Rokoni iszony, ezt inkább a fejlődés regényekhez sorolhatnám, ugyanis kettő rokon leányzónak az acsarkodásáról szól, és arról, hogy melyikük kerül ki győztesen, illetve miért. Egy kicsit az ellentétek játsszák a főszerepet a műben, ugyanis a főszereplőnknek rengeteget árt az unokatestvére, és ezeken az ártásokon, bántásokon szeretne úgy túl lenni, hogy nem válik rosszá, hanem folyamatosan ezeken túllépve, ezeket saját javára fordítva, illetve a felnőtté válás folyamatába ezt beleillesztve, hogyan lesz belőle egy érett, jó lelkű felnőtt, és hogyan vett véget ennek az acsarkodásnak, ennek a rossz viszonynak. És csak prózákat írsz, vagy verseket is, vagy más műfaj? Verseket is próbálgattam egyébként, azokat annyira nem szeretem, illetve a sajátjaim nem voltak annyira jók, viszont prózákat nagyon szeretek írni, és próbálkoztam novellákkal is. Az egyetemen volt egy olyan feladatunk, ahol különféle szempontok szerint kellett írni történeteket, és egyébként ott volt egy ilyen nagyobb benyomás a tanárom részéről, aki azt mondta az egyik ilyen novellámat elolvasva, hogy nagyon mély érzéseket váltott ki benne, és hogy mindenképpen ő is bátorított arra, hogy próbáljam meg az írást. És ezek a novellák miről szólnak, vagy mi az, amit papírra szeretsz vetni, hogy elgondolkozzon az olvasó, a kezébe veszi? Igen. Mindenképpen egy mondani való köré építem a műveimet, és mindenképpen az életből vett szituációk, egy-egy megfigyelt eseménysor. Sohasem úgy közlök egyébként egy-egy szituációt, hogy az adott ember nevével, tehát nem közlök konkrétumokat, viszont abból levonva egy következtetést alakítom ezeket a szituációkat, és fűzöm egységbe egészé. Egy pályakezdő író nőnek milyen segítségei lehetnek, hogy tovább tudja lépni, akár ki tudjon adni egy könyvet, vagy a novellák meg tudjanak jelenni? Ez egy nehéz dolog. Ez egy nagyon nehéz dolog, ugyanis a kiadóm segítségére számíthatok a legjobban, illetve a saját magam által felfedezett lehetőségekre, ugyanis egy pályakezdőírót nem reklámoznak annyira, és nem is segítik annyira, mint mondjuk egy elismert, egy közismert írót, tehát eleinte nagyon-nagyon az embernek kell odaállni a saját elképzeléseim elé, hogy sikerüljön valami. És kiadót hogy lehet találni például? Nehezen, nagyon nehezen lehet találni kiadót. Rengeteg kutatás, illetve meg kell találni azokat a kiadókat, akiknek az elvei között szerepel az, hogy a fiatal pályakezdőírókat mindenképpen felkarolják, és hogy egyfajta utánpótlást biztosítsanak a magyar irodalomban. Ugye pályakezdő írónő szeretne szakmailag is fejlődni, ez hogy teheti meg? Hát rengeteg olvasással, a véleményem szerint, illetve esetleg, amit én is tervezek, hogy egy már közismert íróval felvenni a kapcsolatot, de ez megint csak egy terv, ez is azért egy nehéz folyamat ahhoz képest, hogy ki az, aki bevállalja, hogy egy kicsit mentorálja a pályakezdő írót. De szerintem rengeteg olvasással és sok-sok figyelemmel, az élet eseményeinek megfigyelésével lehet talán tovább fejlődni, illetve rengeteg írással, hogy nem csak a megfigyelés szempontjából, ne csak észrevegyem az adott szituációbeli történéseket, hanem ezeket le is tudjam írni. Tehát rengeteg írást, tehát az írást is gyakorolni kell, rengeteget írni. Ugye említetted, hogy sokat olvasol. Igen. Befolyásolja az írónőt az, hogy mire van igény. Tehát látod, hogy nagyjából mit olvasnak az emberek, igen, és akkor
abba az irányba el lehet fordulni. Sajnos igen. Én úgy veszem észre, hogy egy írónak nagyon korlátozottak a lehetőségei, hogy miről írhat. Viszont úgy gondolom, hogyha jól teszi és jól írja meg, és van egy plusz a könyvben, akár egy plusz érzés, akár valami fontos mondani való, egy olyan dolog, ami igazából egy ilyen közprobléma, akkor az emberek így is úgy is el fogják olvasni, kíváncsiak lesznek, és akkor talán sikerül, hogy egy megszokottól eltérő történetet is a közelé tárjunk. Ugye beledad 6 témát egy fiatal írónőnek, tehát itt is vannak olyan szituációk, akár kapcsolatokban, vagy a novellákat nézzük, rövid történetek, amelyeket nem ugyanazokkal a nevekkel, de azokkal a szituációkkal, jellemrajzokkal fel lehet építeni. Én úgy gondolom, hogy igen, hogy az egész világ adja a repertoárt, tehát ahogy bármi más, ahogy Szabaron, tehát Zala megyében, ahol eleinte dolgoztam, és elkezdtem a könyvet írni Zalaszabaron, akár Beleden, vagy akár máshol, ezeket meg lehet találni, csak nagyon kell figyelni az életből vett szituációkra, akár egy családi szituációra, hogyha valaki családregényt akar írni, csak nagyon-nagyon figyelni kell, és a megfelelő következtetéseket levonni. Persze nem mindig helyesek a következtetések, tehát nem azt mondom, hogy van egy szituáció, és én abból biztosan tudom, hogy mi az, amit ez fedni, vagy takarni, vagy mondani akar, de annak mindig van egy szubjektív közlése, vagy egy szubjektív véleményalkotás az adott szituációról, és akkor köré lehet a könyvet is építeni, illetve sok-sok szituációnak az összessége. És hogyan lehet akár itt Beledben, az iskolában hasznosítani mindezt? Tehát ha írónő vagy, illetve gyermekeket tanítasz, hogyan lehet ezt közös nevezőre hozni? Lehet. Például azáltal, hogy nem csak a saját írásomat akarom mindenképpen megismertetni velük, hanem az ő saját igényeiket, illetve hogyha van egy tanuló, aki mondjuk szeret írni, és van is hozzá tehetsége, akkor őt egy kicsit felkaroljam, vagy segítsem, vagy elmondjam neki egy-egy fogalmazás megnézése után, hogy neki van erre éppen, vagy van-e tehetsége az írással kapcsolatban, vagy nincsen. Van is ilyen tanítványom, akinek egyébként van, és mondta is, hogy ő írni szeretne a későbbiekben, neki nagyon szívesen segítek, illetve az iskola újságnak is küldünk meséket, a gyermekek írják, én átnézem, és akkor a legjobb írások kerülnek oda. És itt a környezetünkben van-e még hasonló fiatal pályakezdő író, akivel fel lehet venni a kapcsolatot? Itt szűkebb, tágabb környezetre gondolok, lehet ez mondjuk Kapuvár, Csorna, itt a környékben, aki foglalkozik ilyesmivel? Megmondom őszintén, még nem nagyon kutattam ebben a témában. Jó lenne találni azért egy olyan közeget, ahol több író van, és akkor egymással megosztani a tapasztalatokat, és akkor esetleg egy már közszereplő írónak, akinek az írásait rengetegen olvassák, esetleg tanácsokat adhatna, és egy kicsit segítene még. Viszont szerintem kevesen vagyunk, ugyanis az írás az nem csak egy eldöntött képesség, vagy nem csak egy eldöntött cselekvési folyamat, hogy leülök írni, és akkor elkezdem, hanem ehhez rengeteg sok összetevő kell, a türelem, a kitartás, és az, hogy tényleg az ember érezze, hogy ez a része. Úgyhogy szerintem nagyon kevesen vagyunk. Mikor és hogyan írsz? Nekem ez időszakos. Nagyon-nagyon időszakos dolog, amikor úgy érzem, van egy ilyen belső késztetés, hogy most akkor le kell ülnöm és írnom kell, akkor körülbelül egy olyan 4-5 órát biztos, hogy írással töltök, és akkor a külvilágot is kizárom, mert szerintem írni csak úgy lehet, hogy az ember teljesen magából és odafigyelve és koncentrálva ír, viszont ez az érzés sajnos nem mindig jön, és ez is nehézsége az írói pályának, hogy szakaszonként és akár egy-egy új szituáció meghihletése által szoktam leülni írni. És mikor volt az első olyan visszacsatolás, amikor a megírt, például a Rokoni iszonyt valaki elolvasta, és akkor mondta, hogy hát igen, értettem, miről van szó, nagyon tetszett, a nyelvezete, stb. Tehát ami egy írónak mindenféleképpen jó dolog, és arra inspirálja, hogy tovább is írjon.
Az első visszacsatolás rögtön a mű végeztével került napvilágra, ugyanis édesanyám volt az első ember, aki ezt elolvasta, mint olvasó. Ők addig nem tudtak arról, hogy én írok, csak amikor már elkészült. És egyébként nagy kritikusom, építőkritika jellegével, és ő olvasta, és azt mondta, hogy szerinte is próbáljam meg. A második visszacsatolás, ami szerintem a legfontosabb egy írónál, az viszont már a budapesti kiadón volt, aki azt mondta, hogy igen, jöhet a könyv, és nagyon szívesen adják ki. És a továbbiakban is tudnak úgy segíteni, hogy akár az elkészült kéziratokat átolvassák, olyan emberek, akik már hosszú évek, évtizedek óta foglalkoznak ilyesmivel, és érdemesre tartják a kiadása megjelentetése. Igen, mindegyik művemet, egyébként a következő művem is már folyamatban van, tehát írok. Ezt is majd el fogják olvasni, lehet kérni, hogy esetleg olvassák el, vagy esetleg valaki csak magának és senki másnak nem szeretné kiadni. Én kértem, hogy legyenek szívesek, olvassák el, és le is lektorálták, átvizsgálták, és ezután kerül kiadásra. És ők is szoktak egyébként néhány ilyen pozitív fejlesztő véleményt alkotni, hogy mi az, ami jó lenne, ha változtatnék, mi az, amin még csiszolni kellene. És miről szól ez a következő írás? A következő írás még egy ehhez hasonló könyv lesz, egy kicsit nagyobb terjedelemben, és ez is egy családról fog még egyelőre szólni, viszont a témája teljesen más irányba lesz, az elvált szülők gyermekeinek életét fogja boncolgatni. És mikor jön ez a pillanat, amikor egy beledi írónő könyve a beledi könyvtárban is megtalálható, tehát ha valaki mondjuk Csillag Katalin után érdeklődik, az bemehet a beledi könyvtárba, és akkor onnét vehet ki írásait. Reményeim szerint most majd a beledi könyvbemutató után kerül erre sor. Nagyon remélem. Többen is kérdezték akár Répcelakról, akár Beledről, hogy esetleg hol lehetne könyvtárban ezt kikölcsönözni. Egyelőre még könyvtárban nincs, legalábbis én nem tudok róla. Illetve bocsánat, az alaszabari könyvtárban van, ahol már volt könyvbemutatóm, és tervezem a beledi könyvtárban való könyvelhelyezést is. És a hosszú távlati tervek, a pedagógusi pálya, az írónői pálya, az hogyan fog egymás mellett haladni szépen? Hát szeretném ezt a kettőt így együtt csinálni mindenképpen, és szeretnék rengeteg könyvet írni, rengeteg ötletem van, különféle műfajokban ki szeretném magam próbálni, és szerintem működni fog ez egymás mellett, ugyanis az irodalom tanítás és azért az írás elég közel áll egymáshoz, és akkor egyikből mindig tudok csippenteni a másikba, akár a fogalmazás dolgozatokkor, vagy amikor a gyerekekkel a fogalmazás órákat töltjük el, vagy fogalmazásról beszélünk, akkor akár a tudásomat oda is átvihetem, illetve akár lehet, hogy a tanításból lesz egy olyan szituáció, ami mondjuk egy könyv megírására ihlet, és remélem, hogy összeegyeztethető lesz az, hogy mind a kettőt egy ütemben csináljam. És ugye említetted, hogy ez hosszú távon működni fog. Itt segítséget akkor tudsz adni a többieknek is, tehát akár ha a fiatalok ezt kedvet éreznek, akkor nyugodtan jöhetnek hozzád új ötletekkel, különböző műfajokban lehet krimit írni, de lehet nagy regényt is, amit akarnak, ugye legyen egy jó téma. Igen, én nagyon szívesen segítek bárkinek. Egyébként van egy barátnőm itt Beleden, aki próbálkozik írással, viszont úgy érzi, hogy mindig elakad. Neki is szoktam néha-néha segíteni, és hogyha bárki segítséggel fordul hozzám, akár tanítvány, akár felnőtt, nagyon szívesen segítek. Köszönöm. Én is köszönöm. Munkatársaim nevében megköszönöm figyelmüket, tartsanak önök egy hét múlva is. Viszontlátásra!